Jézusom, én ezt közvetítettem. Ja, de nem volt felvéve. Felvéve legalább nem lesz. Na mindegy. Szóval, tehát alá akarunk írni, egy dátumot írjunk azért oda. Jó? Tehát, hogy... Győr 2014. Ugye Enterrel be tudod az aktuális dátumot szúrni, és akkor most kellene megadni két teljesen mindegy milyen tabulátort, mert úgy se fog hozzáigazodni szöveg. Utána, amikor megadtad, dupla kart rá, nem jó helyre kattintod. Most jó helyre. A másodikat választ ki. Tehát valóban 9 és 13 centi környékére megadtunk egy-egy tabulátor pozíciót, utána a másodikat kiválasztottuk, megadjuk, hogy legyen kitöltés, ugye alapból nincs, mondjuk pontokkal kitöltött, felvétel, oké. És akkor most kellene kettő darab tabulátort nyomni, egy-kettő, akkor meghúzta ezt a vonalat, most kellene egy entert nyomni, viszont ide már nem ez a oszloprend kellene, ezt törölni kellene. Erre mondtam én, hogy a leggyorsabban úgy tudod törölni, hogy nyomsz egy Ctrl Q-t. Ugye, mert az az alapértelmezett bekezdés formához tér vissza, és alapértelmezett bekezdés formában nincsenek tabulátor pozíció. Ennek a közepéhez kellene ugrani, és a közepéhez igazítva kellene a szövegnek megjelenni, azért mit válaszunk ki? Középre zárt tabulátor. Egyet kell itt kattintani, itt elől, akkor kiválasztottuk a középre zárt tabulátort, rakjuk fel a vonalzóra. Hova 10? Hát... 11. Hát, nekem 10,75 környéket, neked szemmérték alapján. Egy darab tabulátor, és akkor beírjuk a nevet, a név, az akármi lehet, lekapcsolom a virtuális billentyűzetemet. Látványos, hogy én írok. Jó, tehát akkor nagy Imre Shift-Enter tabulátor igazgató. Oké? Okay. És akkor tabulálás, legalábbis azt a részét, amit tényleg használni fogunk, megnéztük. Mert, hát ha rám hallgatsz, akkor más te tabulátorral nem nagyon csinálsz. Ennél bonyolultabb aláírás már nem így csinálsz, hanem táblázattal. És amikor tényleg ilyen felsorolás jellegű dolgokat kellene megadni, azt is inkább táblázattal fogod majd csinálni. Jó? Ez volt az egyik témánk. A másik témánk, tabulátorok után, annyira érdekesek, kipróbáltuk úgyis megértelést is megbeszéltünk. Oszloprend megváltoztatás, nem néztük meg, de itt se kell, pontokkal kitöltöttek, kipróbáltuk. Na, jó, oké. Körlevél. Azon is nagyon gyorsan fussunk végig. Ugye, körlevelet, kezdjünk egy új dokumentumot, jó? A körlevelet, na jó, Ctrl N. Oké, a körlevelet, akkor fogjuk használni, hogyha ugyanazt a levelet több címzetnek akarjuk elküldeni úgy, hogy a címzés az egyéni legyen, és esetleg valamilyen további egyéni adat is van a levélen. Hogy állunk neki? Szépen elmegyünk a levelezés menü szalagra, és a körlevél készítés indítását lenyitjuk, és onnét
a lépésenkénti körlevél varázslót válasszuk ki. Első lépésben azt kell eldönteni, hogy ez mi legyen. Ugye mi a sima levelet néztük meg, a többit elmondtam, hogy micsoda, menjünk tovább. A második lépésben azt fogjuk majd eldönteni, hogy ebből a dokumentumból, amit most itt látunk magunk előtt, ebből csinálunk körlevelet, vagy előveszünk egy másik dokumentumot, csináljunk ebből. Jó? Tehát az aktuális dokumentum alapján menjünk tovább. A címzetteket honnét vesszük? Ez a következő kérdés. Szerintem az elmúlt alkalommal, feltéve, hogy annál a gépnél ülsz, aminél a múltkor is ültél, amit csináltunk, az nekünk tökéletesen megfelel. Úgyhogy egy létező listából tallózás. Jó lenne tudni, hogy a múltkor hova mentettük. Én tudom, hogy én hova mentettem. Én a dokumentumokba, azon belül a tanfolyamokba, azon belül az aktuálisba és a Infinitic Professionalbe. És itt van a címjegyzék. Tehát ez volt nekem az adatforrás. Most az adatforrásokkal kapcsolatban azt beszéltük meg, hogy az adatforrás az nagy valószínűséggel egy Excel táblázat lesz. Azt nyitottam meg, az Excel táblázatot, és most arra kell nekem választ adni, hogy melyik munkafüzet lapon vannak az adatok. Emlékeim szerint a munka 1-en dolgoztunk, úgyhogy csak egy okét kell nyomni. És akkor bejött a körlevél címzetjei ablak, ahol én szűrhetnék a korábban az Excelben megtanult autószűrővel, illetve egyszerűen úgy is, hogy a pipát leveszem arról, akit ki szeretnék hagyni. Most legyen benne mindenki. Jó, úgyhogy ez nekem így tökéletes. Nyomok egy okét, és akkor készen vagyunk az adatok előkészítésével. Most már csak a levelet kellene elkészíteni. Jó, tehát tovább a levél megírásához. Ugye ide az elejére szurogattuk be szépen a körlevél mezőket, mégpedig úgy, hogy a további elemek nyomógombot nyomtuk meg, és beszúrtuk a vezetéknevet, bezártuk, nyomtunk egy szóközt, aztán beszúrtuk a keresztnevet, bezártuk, nyomtunk egy Entert, aztán beszúrtuk a várost, bezártuk, nyomtunk Entert, vagy Shift Entert, mindegy, utca házszám, hello, utca, bezártuk, Shift Enter. Aztán jött még az irányítószám. Enter, enter. Mondjuk ez legyen egy fizetési felszólítás. Azt úgyis sokat ír az ember. Fizetési. Felszólítás. Ja, most jön a bla bla bla, azt már nem írom. Egy mezőn még van, amit én nem használtam, az összeg, ugye? És itt további elemek, itt az összeg, azt is beszúrom. Akkor készen van. Ugye itt a szöveg az valami olyasmi lenne, hogy folyószámlája ellenőrzésekül megállapítást nyert, hogy mit én mennyire tartozik. És ez a mennyivel tartozik. Kérjük
levél készhezvételt számított 15 napon belül egyenlítse ki, vagy valami ehhez hasonló szörnyűségeket fenyegetünk. Egyébként, hogy ez mekkora nagy probléma lehet, ez a késedelmes fizetés, most hoztak valami olyan törvényt, hogy automatikusan, ha nem fizet, akkor már kell fizetnie valamilyen büntetést. Ugye? Olvastátok? Na? Jó, oké, ezzel megvagyunk. Lépjünk tovább a levelek megtekintéséhez. Ugye itt most már behelyettesítve látjuk az első ember adatait, itt lépkedhetek előre-hátra. Ugye három emberem van, úgyhogy nem tudok tovább menni, mindegyiknél más címzést látok, más összeget látok. A fizetési felszólítás az standard, az ugyanaz, mert az ugye rendes begépelt szöveg, viszont a többi az valójában egy-egy mező. Onnét lehet látni, hogy ez mező, hogyha rákattintasz, az szürke lesz. Ez is mező, ez nem, itt nem lesz szürke. Jó? És végül a hatodik lépéshez tovább lépve, az egyesítés befejezéséhez tovább lépve, ugye azt tudjuk megadni, hogy az egyesítés az hogy történjen, rögtön a nyomtatóra küldje, vagy az egyes leveleket akarjuk szerkeszteni, megegyeztünk abban, hogy mit akarunk majd szerkeszteni, és minden rekordot egyesítsen. Így egy új fájlba került be, szakasztörést szúrt be minden egyes levél közé. És ha az eredeti levél, a törzsdokumentum ugye egy oldalas volt, akkor annyi oldalas lett a levél, ahány rekord volt az adatbázisban, ahány sor volt az Excel fájlban. Na, hát szerintem ezeket vettük az elmúlt alkalommal. Most ezt a két témát elég gyorsan átfutottuk. Itt lépésről lépésre leírtuk az összes fontos lépést, 1-es, 2-es, 3-as lépését, most ezeket én nagyon gyorsan átfutottam csak. Ezzel vagyunk meg, amikor egy új fájlba egyesítettük. Ennyi volt a múltkor. Most, amivel tartozom, az az, hogy beszélgettünk arról is, hogy van arra is lehetőségünk, hogy a normál sablont megváltoztassuk, és akkor majd úgy fog viselkedni a program, a Word, hogy amikor elindítod a Word-öt, akkor már eleve nem üres lapot fog behozni, hanem azt, ami a normál sablonon van. Ezt nézzük meg, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Jó, válasszuk ki a file teniszallagot, azon belül a megnyitást, jó? File menü szalag, azon belül megnyitás. Összes Word sablon. És menjünk el, tehát itt átállítottuk a megnyitásnál azt, hogy összes Word sablon, és itt menjünk el a legtetejére, és akkor ott a Microsoft Word-on belül ott van a Templates nevű mappa, a sablonok nevű mappa. Azon belül fogsz látni egy olyat, hogy normál. Ez így összejött? Jó, tehát még egyszer mit kellett csinálni? File menü szallag, megnyitás, típust át kellett állítani arra, hogy az összes Word sablon, és itt bal oldalon a fontosabb helyeknél följebb mentem, és a Microsoft Word-on belül van egy Templates nevű mappa, azt válasszuk ki, és itt van egy normál nevű valami, azt nyissuk meg. Jó? És akkor ebből csináljunk egy olyan sablont, egy olyan céges fejlécses borítékot, levélpapírt, amit majd a levelezésünkhöz használni akarunk. Hát először is írjuk be ide a cég nevét. Itt
alfa, ilyet csináltunk a vizsgán annak idején. Ugye, hogy alfa, Kft, van, aki még emlékszik rá. Shift Enter. Mondjuk a beszúrás menüszallagról szúrjunk be egy szimbólumot, mégpedig egy ilyen boríték szimbólumot. A beszúrás menüszallag szimbólumot nyitottuk le, és kiválasztottuk a borítékot. Ha ilyen nincs véletlenül, akkor itt a további szimbólumokat megnyomod, és a Wingdings karakterkészletet kell kiválasztani, és abba fogunk ilyen érdekességeket találni. Jó, most gépünk egy kettős pontot. Szóköz 9200. Sopron talán? Moson Magyaróvár köz. Ismerős volt. Moson, ó Jézus, Magyaróvár. Én csetszőben mondom. Ja. Ért. Vannak ilyen jó nevű Hódmezővásárhely, Moson Magyaróvár. Moson Magyaróvár. Jó, Shift Enter. Régen tudtam még a főutcájának nevét, most már nem tudom. Soproni út biztos van. Nem, ott nincs Soproni út, ott hegyes van. Ez megint jó, hogy hegyes valami. Egyen őt mondjuk. Jó, Shift Enter. Szúrjunk be egy telefonszimbólumot. Kettős pont. Azt mondja, hogy 36, 96, E, 556, 778. Tudod, nem látom meg. Így követhetetlen. Jó. Enter. Jó, és akkor be fogunk szúrni még egy képet. Azt mondja, hogy beszúrás kép. Válasszunk ki valami frankó kis képet. Beszúrtam ezt az Alfa Romeo képet. Te azt szúrsz be, amit akarsz, tök mindegy. Valamilyen kép, lényegtelen, hogy micsoda. Jó? Utána ezt a képet, hogy tényleg föl tudjuk használni, kattintsunk rá duplát, amúzzal elmentünk a képeszközök formátumhoz, nyissuk le a szöveg formázását, bocsánat, a szöveg körbefuttatását, és válasszuk ki azt, hogy a szöveg elé. Jó, és húzzuk oda, ahova a képet akarjuk rakni, illetve hát méretezzük át tökéletesen jóra. Oké, okay. És még egyetlen egy dolgot csináljunk meg. A telefon sorba álljunk bele, de itt nyomtam egy entert. Jó, tehát van utána egy üres sor. De álljunk vissza a telefon sorba, és ide húzzunk egy szép vízszintes vonalat, amit úgy tudunk megtenni, tehát itt állunk, lenyitjuk a szegélyeket, azt mondjuk szegély és mintázat, legalsó. Ennél a párbeszéd ablaknál, ahol a szegély és mintázatot tudjuk megadni, válasszuk ki az utolsót, először az egyéni, jó? Tehát ezt válasszuk ki. Utána válasszuk ki a vonal stílusát, ilyen diszítő vonalat választottam én a végéről, emlékeim szerint a múltkor. Adjuk meg a színét is, szép pirosat, és nem elfelejteni ide kattintani az aljára, mert ha nem kattintok ide, akkor nem húzza meg a vonalat. És ha nyomok egy okét, akkor ide húzott egy vonalat.
a kezdőlap mennyi szalagon. Ezt lenyitod. Most a legalább megvallja. Először ide kapcsítasz. Ezt most lehúzod. Valamelyiket itt a végéről kiválasztod, mindegy melyiket, amelyiknek nem tetszik. Jó. Még megadtam a szint is. Valamilyen szint, amelyiknek tetszik. És ide kapcsítasz. Tehát ha nem kattintasz, akkor nem húzod meg oda, mondjuk, nem, mert alul raktanak, és ott, és akkor megpusztál volna. Egy dolgot rontottál át. Ó, de jó dolga. Igen, egyet elrontottál. Nem. Nem is fog összejönni. Tehát most kell egy entert nyomni, ide visszajönni, és így rakni be. Mi? Most akarnak jönni. Minden. Most. Hát, amit választottam. És akkor így azért raktuk alá az entert, hogy legyen hol folytatni. Ez képernyő memóriakezelési hiba. Jó, tehát ne foglalkozz vele. Ja, akkor jó. Akkor jó. Hát ma, ami elromolhat, az eddig már is romlott szerintem. Nem értettem, hogy én azt nem tudom. Jó, és akkor ugye itt írod majd a levelet, de ott van a céges fejléces, esetleg még azt is eljátszhatjuk, hogy a lap elrendezésénél beszúrunk egy vízjelet, tehát vízjel, mégpedig mondjuk egy egyéni vízjelet, képet, és kiválasztjuk a képet, a kép az legyen tök ugyanaz, mint amit az előbb használtunk, úgyhogy most már ott van a háttérben az Alfa Romeo, tehát vízjeles, céges fejléces papírunk van, ugye ez már olyan szép, hogy az már gics. Jó, tehát a lap elrendezése, vízjel. Lap elrendezése és vízjel. Beállítok még esetleg olyat is, hogy oldalszín. Ez nem biztos, hogy kapásból jó lesz, mert ha ez nem olyan, hogy itt körbe átlátszó volt, akkor ez majd nem lesz jó, de azon tudok segíteni. Jó? Tehát oldalszín, és megadom, hogy mit megy. Ilyen halvány rózsaszín. Ugye? Erről beszéltem. Ez az, amiről beszéltem. Ugye, hogy tudom a problémát megoldani? Úgy tudom a problémát megoldani, hogy kijelölöm a képet dupla kattintással, és a kép formátumánál, a színeknél kiválasztom azt, hogy átlátszó szín, és megadom, hogy ez a fehér, ez legyen átlátszó, akkor ez mit már jó? Jó? Illetve ezt egy kicsit bonyolultabb ugyanígy megadni. Ezt úgy tudom ugyanúgy megadni. Mutathatom? Na, hogyan volt az az előbb ez a kép átlátszó? Igen. Igen. Tehát kijelölted a képet, elmentél a képeszközök formátumhoz, utána a színt lenyitottad, és áttetsző, bocsánat, nem átlátszó, áttetsző szín, és akkor rákattintottál a... Hát a körben lévő része. Na most még ennél is meg kellene adni, hogy ez ilyen legyen. Ezt úgy tudod megadni, ez egy kicsit bonyolultabb, hogy el kell menni szerintem a beszúráshoz, igen, és ott a... Hogyan nézed ez? Pillanat. Nem a beszúráshoz. És ott a élőfej szerkesztése. Jó? Tehát az élőfej szerkesztése.
tudnék bármilyen meglepő, de ez a vízjel, amit mi beraktunk, ez az élőfejbe van. Ugye, mert minden lapon ott kell, hogy legyen, és csak az van minden lapon, ami az élőfejbe vagy az élőlábba van. És most fogod ugyanezt eljátszani. Tehát kijelölted a képet, képeszközök, formátum, újraszínezés, áttetsző szín. Puff, ide kattintasz, már jó is. Jó? És az élőfej, élőláb tervezésre visszamész, és bezárod az élőfej és élőlábat ezzel. Kész. Na, akkor most vagyunk készen. Most már tényleg olyan a céges fejléces papírunk, hogy ihaj. Más kérdés, hogy egy copyright rajt van véletlenül, de apró hiba. Jó? És rákattintunk a mentésre. Jó? Tehát mentés. Kilépünk a programból, a Word-ből, teljesen bezárunk mindent, jó? Mindent bezárunk, nem mentünk semmit. Minden Word ablakot bezárunk, Jézus, hány példányban futott máj, hány dolgot csináltam. És most fogunk meglepődni, mert ha elindítjuk a Word-ot, Start menü, Word, figyelj! Hoppá! Céges fejléces lappal dolgozunk. Tehát elindítom a Word-ot, és már céges fejléces lapon van. Oké? Marha jó, örülünk, csak adtunk annak a valaminek egy pofont. Mert hogyha véletlenül üres lappal kell most valamit kezdene, na az nincs. Az is ezt adja. Tehát, mielőtt ezt te megcsinálod, kellene egy üres lap sablont is létrehozni. Nem egy nagy ügy, ugye, mert ha azt mondod, hogy ezt itt kitörlöd, mindent kitörölsz, élőfejből is kitörlöd a vízjelet, jó, meg a lapszínét is visszaállítod normálra, tehát hogy nincs lapszín, és a élőfej élőlábat is bezárod, akkor már is ott van az üres lapod, tehát levakarunk róla mindent, ugye rombolni az mindig könnyebb, az megy gyorsan. Jó? Erről. Ugye, mert ez nem a sablon, ez egy sablon alapján készülő üres dokumentum. Jó? És ezt hogy kéne elmenteni? Hova? Mutatom, jó? Tehát figyelj! Aztán majd leírjuk mindjárt. Rákattintasz a mentésre, vagy elindítod a mentést a kontrolles billentyű kombinációval. És most jön a lényeg. Ezt itt, hogy Word dokumentum, átállítod mire? Dokumentum sablonra. Word sablon. Az a neve, jó? Word sablon. És a mentés helyének azt adod meg, hogy templates. Itt. És a nevének meg azt ad meg, hogy üres lap. Jó? Tehát azt adtad meg, hogy Word sablon, a mentés helye ugyanaz a templates, amiben az előbb voltunk, a fájl név üres lap. Elmented. Én valahol nem mentem. Hol vártál? A levadászásnál. Ugye az nagy a lényeg, hogy az élőfejből kell levadászni, tehát átjárni az élőfejbe, itt töröljük ki,
És akkor ami véletlenül fölöslegesen ott maradt a dokumentumodba, ugye, mert a dupla kattintással próbálta oda menni, de az nem jött össze. Ugye, onnét meg, ott haltál meg. Jó, elindítod a mentést. Elmész a Word dokumentum sablonba. Elmész a templates-be. Jó, és a file név az üres lap. Üres lap. Jó, sikerült lementeni üres lapként, sablonként? Segítek mindenhol. De a sablon, template-be vagy. File név, miért ilyen a file neve? Jó. Tehát lementettük üres lapként, és Wordből kiszállunk. Ha céges fejléces papír kell, marha egyszerű a dolog, elindítod a Wordöt. És jött a cég, vagy hát nem jött, de már jött. Jött a céges fejléces lap. Ha viszont tök üres lappal szeretnél indulni, akkor meg mit kell csinálnod? File menü, új, saját sablonok. És akkor itt van az üres lap. És oké. És akkor kezded az üres lappal. Oké, ez így? Érthető? Tehát alapból céges fejléces lapod van, ha kell, van üres lapod is. Jó? Na, írjuk le, hogy ezt hogy csináltuk. Ugye ezt a céges fejléces lapot, ezt egyszer már megcsináltuk korábban is. Szerintem volt olyan kérés, hogy csináljuk meg még egyszer, mert gyors volt. De most azért is meg kellett csinálni, hogy akkor lássuk, hogy ezt hogy tudom úgy megcsinálni, hogy ez az alap értelmezett. Jó, tehát céges fejléces. Harmadik modul, harmadik előadás. Széges fejléces lap legyen az alapértelmezett. Dokumentum. Tehát ha elindítod, akkor is ez jön, hogyha fut már a Word, de kezdesz egy újat, Ctrl N, mint New, billentyű kombinációba, akkor is ez jön be. Ugye ez azért igazándiból nem egy rossz dolog. Mit kell csinálni? Ugye első lépésben File, menüszallag, megnyitás, típus átállítása. Sablonra. A templates. Mappa kiválasztása. Ugye ezt találtuk ott bal oldalon legfölül a gyakori helyek között. És mit nyitottunk meg? A normál megnyitása. Jó, tehát a normál sablon megnyitása. Úgyhogy ha én ezt le szeretném nektek rajzolni, hogy itt hogy jöttek a lépések. Volt a megnyitás ablak. Itt volt a... Ahogy halljuk, tavasz van a macskák. Macskákra rájött. Igen.
Ahol jó, tehát itt a típus. Valamelyik nap késő este jöttünk haza. Hát ne tudjátok meg, milyen műsor volt itt az udvar. Ahol nálunk is. Falu helyen, mert pláne, mert minden háznak nálunk három van. De hol? Jó, tehát ez volt az első lépés, a típus. A második itt bal oldalon a Windows, nem Windows, Word. Marha. És azon belül a templates, tehát azt választod ki. Ez az egyes. Ez a kettes lépés, és a harmadik lépés, hogy itt van egy olyan, hogy normál. Szerintem egy V betű, meg egy felkiáltójá van rajta. Ez a harmadik lépés. Tehát ezeket csinálod végig. Egy, kettő, három. Következő lépésben második lépésben így belekeveredik. Ez római egy lesz, jó? És akkor a római kettes lépésben egészség, római kettes lépésben hát csináljuk meg a fejléces céges papírt. Készítsük el a céges fejléces lapot. Ugye ennek a lépését most már nem írjuk le, mert világos. Vízilet is berakhatunk. Akár a lapot is beszínezhetjük. Ugye, hogyha elektronikus levél mellékleteként csatolva küldjük el az így megírt leveleket, az gyönyörű színes lesz ugyanolyan, kinyomtatva ugye a lapot nem fogja, tehát a háttérszint nem fogja, de az ábrákat, ami rajta van, azt rá fogja nyomtatni. Jó, tetszik, ezt készítsük, és a harmadik mentés. Na most, mivel a normál pont .x lesz megnyitva, ugyanoda menti vissza. És emiatt lesz az, hogy amit te normál sablon alapján írsz levelet, az eleve egy céges fejléces lapra kerül rá. Mit írsz a normál sablon alapján? Hát mindent, ugye, mert az a alapértelmezett sablon. Kivéve, ha valamilyen más sablont használsz. De, ugye pont emiatt, egészség, pont emiatt célszerű, az egész előtt létrehozni. Én ideg van? Influenza. Vagy ez te vagy? Az összes tüszög és te vagy? De itt több is volt ma már, nem? Célszerű az egész előtt létrehozni egy üres lap sablont. Ez B betű akar van. Jó, tehát egy üres lap sablont, ami csak annyit jelent, hogy egyszerűen mielőtt ezt az egész három lépésből álló sorozatot végigjátszanád, előtte lementesz sablonként egy üres lapot. Hova? A templates könyvtárba. Kész. Ennyi. Sablont, azaz sablonként mentsünk egy üres lapot a templates, templates mappába. Értelemszerűen mi lesz a neve? Üres lap, kész. Jó, és hogyha ezt így szépen végigjátszuk, akkor
nagyon szépen tudunk levelezni, nem kell állandóan keresgetni, hogy hol van a céges fejlesztés, mert eleve az van. Jó? Na, aztán... Hoppá. Azt akartam megúszni, van egy puskám. Valahol. Hogy mit akarok még elmondani? A korrektúra. Jó, tehát a következő témánk a korrektúra. Szokott olyan lenni, hogy valakinek a keze alá dolgozunk, ő véleményezi a munkánkat, és hát illetve hát úgy mondanám, hogy belejavít a munkánkba, de igazándiból ezt azért nem szereti az ember, ha csak úgy simán belejavítanak, mert akkor észre se veszed, hogy hol javított. És nem tudod, hogy ott korábban mi volt. Szóval az lenne a lényeg, a korrektúrának az a lényege, hogy úgy tudunk belejavítani egy dokumentumba, hogy amikor ezt visszaadjuk az eredeti írónak, ő pontosan fogja látni, hogy én mit javítottam benne. Ez a korrektúra. Írjunk valamilyen szöveget. Teljesen mindegy. Jó? Tehát ez lenne az eredeti szöveg. Ezt fogja valaki javítani. Kész. Ennyi. El kellene menni a korrektúra menü szalagra, és be kell kapcsolni azt, hogy ha én most, tehát ezt képzeld úgy, hogy készen vagy a dologgal, lemented és elküldöd valakinek, hogy ő javítsa ki. És ő most neki áll javítani, de úgy kellene neki javítani, hogyha valamit kitöröl belőle, az ne eltűnjön, hanem ott legyen, csak át legyen húzva, hogy ez ott nem kell. Ha valamit meg pluszba beszúr, az más színnel jelenjen meg, ott pluszként, hogy látható legyen, hogy ezt utólag rakták bele. Mert ezt úgy tudja megcsinálni az illető, hogy bekapcsolja a változások követését ezzel a nyomógombbal. Itt van egy ilyen, hogy változások követése. Rákattintasz. Onnét lehet tudni, hogy most bekapcsolt a változások követése, hogy sárga színű lett. Ha még egyszer rákattintasz, akkor és elviszed a kurzort onnét, akkor újra fehér. Oké? Tehát be kell kapcsolni a változások követését, és ez azt eredményezi, hogyha te most itt ezt, hogy lenne, ez akár fölösleges is lehetne, ugye, mert ez az eredeti szöveg úgyis tökéletesen értelmes, úgyhogy ezt, hogy lenne, ez ezt jelöljük ki, ezt a lenne szót, jó? Tehát ezt a lenne szót jelöljük ki, és utána töröljük ki, melyik billentyűvel, hát a delete-tel természetesen. Csak azt fogod tapasztalni, hogy nem eltűnik, hanem más színű lett, és áthúzott. Azért más színű, mert nem azt csinálta, és azért áthúzott, mert hogy felesleges. Tehát nem azt csinálta, aki eredetileg, és azért áthúzott, mert felesleges. Jó, ezt, hogy valaki
Ezt is töröljük ki, jó? Jelöljük ki. Töröljük ki a delete-tel, és írjuk mögé azt, hogy a főnök. Most ez is piros, de ez nem áthúzott, hanem aláhúzott. Jó? És ezen kívül még olyat is tud a dolog, hogy megjegyzést is fűzhet hozzá. Tehát ott áll, ahova megjegyzést fűz, és akkor egy ilyen jó, rossz májú kis megjegyzés, ide rákattintok el, hogy megjegyzés. És beírja azt, hogy én a főnök vagyok, nem valaki. És ezt folytatja mind a 5, 30, 100, mitten hány oldalon keresztül. Lementi, és visszaküldi neked. Te megkaptad ezt. Na most a... A főnöke válogatja, hogy ezt fönntartja, megadja neked azt a jogot, hogy amit ő belejavított, azt te elfogadod vagy sem, eldönthesd, ugye lehet, hogy kötelező elfogad, akkor viszont nem korrektúrával csinálná, hanem kijavítja és kész. Tehát most normális főnök, bár ilyen megjegyzéseket fűz hozzá, akkor nem normális, de fönntartja, tehát megadja neked azt a jogot, hogy te eldönthesd, hogy most elfogadod vagy nem. Oda mész szépen az elejére, a kurzorral. Jó? És, ja, bocsika, itt még azt is kérheted, hogy végleges szöveg korrektúrával legyen, vagy végleges szöveg. Tudni, ha te a végleges szövegre kattintasz, akkor úgy látod, ahogy ő kijavított. Oké? Okay. Tehát ha ezt itt lenyitod, a végleges szöveg korrektúrával, vagy végleges szöveg, vagy lehet olyan, hogy eredeti szöveg, az az, amit te írtál. Oké? Okay. Most válaszok a végleges szöveget korrektúrával. Tehát lássam azt, hogy az enyémbe a korrektor hogy javított bele. Oké, okay, ez a végleges szöveg korrektúrája. Ott villog a szövegkurzor az elején. Most képzeld el azt, hogy ez tényleg egy szakdolgozat, és a konzulens tanár átnézte, és mind a 82 oldalba javított. És neked most át kellene nézni, hogy hol van benne javítás. Hát na, hogy erre felkészítették a programot, hogy ugorjára a következő javításra, ezt úgy tudod megcsinálni, hogy rá kattintasz erre, hogy következő. Ezzel ráugrott arra az első javításra, ami a kurzor után van, és most te két dolgot tehetsz. Vagy elveted, amit a korrektor csinált, egy elvetés, vagy elfogadod. Ha elfogadod, akkor ez, hogy lenne, ez törlődik végleg. Most ezt fogadjuk el, jó? Tehát elfogadás. Paf. Törlődött, ráugrott a következőre. Ha erre azt mondod, hogy ezt elveted, és nem fogadod el, akkor ez a javítás innét eltűnik. Jó, tehát elvetés. Ezt fogja valaki, a főnök javítani. Ezt, hogy a főnök, ezt viszont fogadjuk el. Elfogadás. Jó? Készen vagyunk, a változások követését kapcsoljuk ki, és a végleges szöveg korrektúra helyett legyen az, hogy végleges szöveg, és akkor készen vagyunk a dologgal. Ugye egyetlen székség hibája van itt ennek, hogy én véletlenül ide nem raktam szó közt, tehát itt van egy helyesírási hiba. Tehát ez lenne a lényege a korrektúrának, hogy úgy tud valaki belejavítani a dokumentumodba, hogy te látod, hogy ő mit javított, és a javításait te
tudod eldönteni, hogy elfogadod, vagy nem. Jó? Ez a korrektúrának a lényege. Na ezt próbáljuk leírni, jó? Hogy miről van szó. Valaki úgy tud belejavítani a dokumentumba, hogy látszik az eredeti és a javított is. Illetve mi döntjük el, illetve mi dönthetjük el, hogy a javításokat, hogy az egyes javításokat elfogadjuk-e. Jó, első lépés. A korrektor mit csinál? Miután megkapta a kész dokumentumot, elmegy a korrektor a menüszalagra, és a korrektor a menüszalagon bekapcsolja a változások követése nyomógomb megnyomásával a korrektúrát. És javít a szokásos módon. Javít a szokásos módon, illetve még egy dolgot tehet, megjegyzéseket fűzhet hozzá. Beszúrhat megjegyzéseket is. Ezt csinálja a korrektor. Főnök, vagy a pályázati tanácsadó cég, ugye mert megírod a pályázatot, ők meg átnézik, és azt mondják, hogy ezt nem így kell, úgy kell írni, stb. És visszakapod. Ezt csinálta a korrektor. A következő lépésben mit csinálunk mi? Szerző. Miután visszakapta. A dokumentumot mit fog csinálni? Nagyon egyszerű a dolog. Szépen oda megy a korrektúra menüszalagra. Megjegyzem, régebben számtalanszor találkoztam olyannal, hogy különböző pályázatoknak a anyagát, mikor letöltötte az ember az internetről, abba, és véletlenül úgy volt beállítva a Word-je, hogy a korrektúra menüszalagon a végleges szöveg korrektúrával volt, nem pedig a végleges szöveg, akkor lehetett látni, hogy ezt a pályázatot kiírja minisztériumban vagy szakhatóságnál valaki megírta, aztán valaki még véleményezte, és ott a korrektúrákat nem vezették tökéletesen végig. Nem tudom, találkoztál-e ilyennel? Nagyon abszolút, és majd kaptam el. Hogy lehet azt mondani, te tűntek? Nyomtam, és mondtam, ez csak ott van, és egyszerűen marha zavaró. Ugye? Abszolút.
Jó? És az akkor mit nyomok ki? Akkor elmész a korrektúra menüszalagra, és a végleges szövegre állsz, és kész. És figyelj, és ez ugye a 2010-es, ez a 7-esben vagy? Mindenben ugyanígy van. Mindenben volt, igen. Mert ott küzdöttem, és néztem, hogy mondom, itt voltak mind ezek a küzdöttek. És ott azok a megjegyzések, és valami őrület volt. Mm-hmm. Ugye? Igen. Ha ezt nem tudja az ember, akkor nem tud vele mit kezdeni. Minden oldalon kerestem, minden azért megjátszom, hogy nem igaz, hogy ez ott van. Hogy lehet ezt honni eltüntetni? És ha nem, ezt nem tudod, ez három kattintás. Nem, egyszerűen nem tudod őket eltüntetni. És azért is nagyon rossz, mert nem úgy látod a dokumentumot, mint hogy majd kinyomtatva látod, mert a lap is szélesebbnek tűnik meg. Tehát minden elcsúszik meg, tehát teljesen széttesik a szöveg. Jó? Tehát a szerző, oda mész a korrektúra menüszalagra, és van egy ilyen nyomogomb, hogy következő, megint kinyitom a felirat, azt hiszem egy nyíl is van benne talán, van benne nyíl? Jó, és tehát ezzel ugrálunk a javítások között. De ha jót akarsz magadnak, akkor a korrektúrákat egyenként szépen vagy elveted, vagy elfogadod. Ugye az volt a baj, ott a pályázatot kiíró hatóságnál, vagy minisztériumnál, vagy nem tudom ki írta ki a pályázatot, hogy aki javított, az úgy állt neki javítani, hogy be volt kapcsolva a változások követése. És figyelj, és akkor azt egy kattintással nem tudom levenni? Tehát minden egy ilyen elfogadom, nem, vagy ott már csak az egy kattintást tartott össze? Azt tudod megcsinálni, hogy nem, mert az nem a te feladatod, hogy ott elfogadjad, vagy mit nem. Itt átállsz arra, hogy végleges szöveg. Ahelyett, hogy végleges szöveg korrektúrával. Tehát ezt választod, hogy végleges szöveg, és akkor kész, eltűnik minden, és ennyi. És megoldva a probléma. Oké? Okay? Jó lenne lelopni, hogy elvetés, meg elfogadás. Tehát van egy elvetés, illetve elfogadás. Ezzel szépen végigmész, de hogyha véletlenül a kezedbe kerül egy olyan, aminél ezt elfelejtették végigjátszani, hát az, aki a dokumentumot készítette, nem nézte végig a korrektúrákat, és nem vetette el, vagy fogadta el, akkor szépen olyat is tehetsz, hogy a végleges szöveget választod. Ha véletlenül egy olyan dokut kapunk, ami tele van megjegyzésekkel, le nem kezelt korrektúrákkal, válasszuk a korrektúra szalagon a végleges szöveg opciót. Jó? Szóval én igyekszem ezeket a tanfolyamokat úgy tartani, hogy ami nekem a 20x év alatt
problémaként, feladatként felmerült, azokat elmondani. És aki esetleg hasonló cipőben jár, mint én, és Beate szerintem igen, az tudja, hogy ezek tényleg előjönnek majd, ezek a problémák. Persze lehet, hogy valaki egy életet végig dolgozik, hogy ilyen nem jön elő, de a véletlenül olyan helyre kerül és előjön, hogyha ezt nem tudja, a belegebet se tudja megoldani ezt a problémát. És mivel nem tudja, mi a probléma, az interneten sem nagyon tudja megkeresni. És ezt a korrektúra dolgot úgy azért viszonylag, hát hogy fogalmazzak, szóval az átlag munkavállalók nem szokták tudni. Tovább megyek, sajnos, ugye amikor a ember főiskolán, egyetemen szakdolgozatot kellene, hogy írjon, akkor ugye azt így kellene a konzulenssel együttműködve javítani, de hát nem mindenhol csinálják azt azért így, hogy így korrektúrázva javítanak bele. Ki tud visszaemlékezni, így csinálták neked korrektúrával? Emlékszel erre, hogy ilyen volt? Nem, ugye? Pedig ez lenne a dolog. Na, a korrektúrával kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani, és akkor amit még meg szeretnék mutatni, az űrlapok lenne. Azért nem tudjuk megnézni a kör e-mail küldését, mert nekem nincs beállítva levelező kliens ezen a számítógépen, de igazándiból csak annyi különbség van a kör e-mail küldésben, hogy ott az elején nem levelet választasz, hanem e-mailt. Minden más ugyanúgy csinálsz, és... És amikor a címekre keresel rá, akkor az e-mail címek? Cím, valamikor nagyon régen én csináltam ilyet, teljesen egyértelmű volt, azt kell, hogy mondjam. Tehát nyugodtan álljál neki, ezek alapján, tehát amit én elmondtam, biztos, hogy meg fogod tudni oldani a problémát, ha nem, akkor csörögjél aztán. Kollégákat nyakadtam, hogy csináljanak. Aztán akkor majd megoldjuk. Ugye az lenne a lényeg, hogy amikor azt az adatforrást, az Excel fájlt, amikor létrehozod, akkor kell egy olyan oszlop is, hogy mail cím. És abban bent kell lenni a mail címeknek. Aztán, hogy azt te úgy gépeled be, vagy valonnét importálod egy Outlookból, vagy neked Thunderbird, vagy nem tudom mi van, az van, azt hiszem, ugye? Na, ilyen szépen nem tudom kérteni, de... Ez igaz. Most nem mondom, de azért van néha nálam rosszabb is, tehát amikor a image az images meg, mint ezt. Jó, szóval meg fogod oldani szerintem, de ha nem, akkor csörögjétek aztán, hogy igyekszem segíteni. Űrlap. Az lenne az űrlapnak a lényege, hogy egy olyan dokumentumot próbálunk létrehozni, amiben csak bizonyos helyekre tudok én adatot beírni. Tehát ami a gyakorlatban egy űrlap. Ugye ez úgy szokott kinézni, hogy kinyomtatjuk, és akkor ide be kéne írni a nevét, címét, telefonszámát, stb. De ezt lehetne úgy is csinálni, hogy ott van előttem egy dokumentum, abba beírom, csak azokat, máshoz hozzá se tudok nyúlni, és akkor beírtam, kinyomtatom. És akkor ez úgy elegánsabb. Aztán, hogy használja valaki vagy sem, az más kérdés, de van rá lehetőség. Nézzük, hogy tudunk egy ilyen űrlapszerűséget csinálni. Kezdjünk egy új, üres dokumentumot, tehát ne Ctrl-N-t. De nyomhatunk Ctrl-N-t is, végül is.
kell az az autót, hogyan tudom? Nekem is ez ki. Tehát... Kontroll ennél lesz fog kijönni. De én az új üres szével is. Azzal is az jön? Hát akkor majd szünetbe megnézzük. Tehát jelentkezési lap. Írjuk rá, jó? Jelentkezési lap. Címstílussal írtam, hogy formáztam meg, így aztán olyan csicsás, hogy ez borzasztó. Jó, és tegyük fel egy olyan űrlap készülne, amiben megadjuk a nevét, kérek könyvet, milyen nyelvre, vagy milyen tanfolyamra jelentkezett, hogy Pig Basic, vagy angol, vagy mit nem, oké? Lesz majd két oszlopunk, és hát legalább 3-4 sor, úgyhogy beszúrás, táblázat, 4 sorra, 2 oszlop, 4 sorra, jó, és akkor ide beírjuk szépen azt, hogy név, tabulátor, tabulátor. Most nem úgy keresem én az adatokat, hogy mik kellenének, hanem előre gondolkodom, hogy melyik, milyen típusú adat, mert többfajta űrlapmező van, és azokból próbálok akkor minél többet. Jó, kér könyvet. Tabulátor, aztán tanfolyam, típusa, tabulátor, fénykép. Tabulátor. Mikor szeretnék kezdeni? És akkor, és ahhoz, hogy ebből űrlapot tudjunk csinálni, ez már olyan magas szintű használat a Word-nek, hogy ez papásból nem is tudja a Word, de ehhez valami beállítást kell csinálni, hogy egyáltalán elérjük majd. Jó, ideig megvan akkor mindenki? Akinek 2010-es, tehát ez a térfia, Word verziója van, az a következőt csinálja, File, beállítások. Akinek 2007-es van, az ott érfél, az pedig itt a gyors elérésű eszköztárat nyissa le, ott vannak benne a lehetőségek, és legalul a szegély
nek az alján van egy beállítások nyomó gomb, azt nyomja meg. Hát ezt itt nyisd le. Az. És akkor nem ott, ezt, az Office gombot, bocs, az Office gombot nyisd le, és ott van a Word beállításai. Rosszat mondtam, jó? Tehát nem a gyors elérésű eszköztárat, hanem az Office gombot nyisd le, ezt. És itt van a Word beállításom. Oké? És szerintem nektek is van olyan menüpontotok, hogy menüszalag testre szabása. 2007-ben is van olyan, ugye, hogy menüszalag testre szabás. És akinek 2010 van, az a fejlesztő eszközöket pipálja ki. Tehát ezt, hogy fejlesztő eszközök, ezt pipálja ki, akinek 2007-es van. Jézus. Nektek is van olyan? Ott van, nincs kipipálva. Ja. Pillanat, hadd keressen meg itt. Nektek a népszerű elemekben legfelül van. Jó, fejlesztő eszközök lap megjelenítése a szallagon. Tehát a legfelső, itt a népszerű elemekben, a fejlesztő eszközök, azt pipál ki. Oké, megtalálod? Tök jó, nem, hogy az embernek ezt így kell tudni, hogy a 2007-ben itt van, a 2010-ben. Elmebaj. Jó, és akkor, hogyha ezt leokézzük, akkor annyi változásnak kell lenni, hogy eddig nem volt ilyen menüszallagot, hogy fejlesztő eszközök, most pedig már van. Na most ez nem tűnt fel, valószínűleg, hogy nincs, de most már van. És oké, feltűnik, hogy van. Most már feltűnik, hogy van. Oké, ez játszik akkor. Jó? És akkor menjünk át erre a fejlesztő eszközökre, és itt vannak az űrlapmezők. Nagyon sokféle űrlapmező van. Nem fogjuk az összeset megnézni, csak azokat, amikre szerintem valaha egyáltalán szükséged lehet. Az első űrlapmező, amit ide szeretnénk majd beszúrni, az úgynevezett szöveges űrlapmező. Ebből kettő is van. Ez is, meg ez is szöveges. Ezt lehet formázni, ezt meg nem. Úgyhogy válasszuk, ja, itt álljunk. És kattintsunk rá erre a két darab A betűre, és akkor megjönk egy olyan, hogy szövegbeírásához kattintson ide. Oké? Okay? Ha neked ez nem tetszik, ez, hogy szövegbeíráshoz kattintson ide, szöveg van ott, hanem azt szeretnéd mondjuk ott látni, hogy ide gépeld be a nevet, akkor azt kell csinálni, hogy szerintem megnyomod ezt a tervező módot, ezt itt, és begépeled azt, amit a szöveg beírásához kattintson ide, helyén látni szeretnél. Jó? Tehát ide gépeld be a nevet. Jó? Tervező mód, kikapcs. Jó, átmész a következőhöz. Kér könyvet? Na most ugye két lehetőség van, vagy kér, vagy nem. Ide egy úgynevezett checkbox, egy jelölő négyzet űrlap elem kellene, hogy bekerüljön, az ez lesz. Jó? A pipa. Kattintsunk rá. Jó? És ezzel Igen, hogy beszélve pipa, és a kicsit tudom, hogy ezek kellenek, mert én, ha tudom, hogy
valami ilyen cégnél, hogy mi a problémája, akkor nála tudom, mert neked tök ugyanolyan céged van, mint az enyém. Jó, tehát kér könyvet. Tanfolyam típusa. Menjünk át ide. Na most ide egy olyan űrlap mezőt akarunk berakni, amit majd le lehet nyitni, és ki lehet választani, hogy akkor ez, az vagy amaz. Ez a legördülő lista lesz, az nem tudom melyik. Kettő hasonló van, az egyik lista, beviteli lista, a másik meg a legördülő lista, ez kell, jó? Tehát a legördülő lista, ez. Erre kattints rá. Hát erre. Jó? Jó? Nyomd meg a tervező módot, írd be, ehelyett a jelöljön ki egy elemet helyett, hogy válaszd ki a tanfolyam típusát. Hogy a tanfolyamot annyi elég. Jó? Tehát választod ki a tanfolyamot. Tervező mód kikapcs. De, hogyha ezt itt lenyitnánk, itt még nincs semmi, úgyhogy meg kell adni, hogy mikből választhat. Azt úgy tudod megadni, hogy megnyomod ezt, hogy tulajdonságok. Jó? Tehát megnyomtad ezt, hogy tulajdonságok. Ráállsz arra, hogy jelöljön ki egy elemet itt alul. Ezt töröljük ki, mert ilyen nem kell, eltávolítás. Utána megnyomod azt, hogy hozzáadás, és beírod a megjelenítendő névhez, hogy mik közül lehet választani. Tehát mit mondjuk, nálam van ugye, hogy Pick Professional, amire te játsz. Ugye ezt elmondtam, hogy mitől Pick. Elmondtam nektek, hogy ez a Practical Informatic Knowledge. Megint nem vállalkozom a tökéletes kérdésre. Ez nem volt rossz. Nem volt rossz, jó? Tehát a praktikus informatikai képzettséget adó tanfolyam. Mégpedig a haladóknak, tehát a professzionális, bár szerintem ez már tényleg professzionális szint. Jó, és akkor nyomsz egy okét, ezzel beraktad a választékba ezt, de nem csak ilyen van, úgyhogy megint hozzáadás, és akkor van olyan, hogy Pick Basic. Oké, hozzáadás. Pick. Senior. Jó, majd visszaigatom, mert úgy nem tartok, oké? Okay? Jó, ha nem hívlak, így jár este 8 után, jó? Na, tehát akkor ez a három van. Jó, ha megvan mind a három, akkor leokészhetjük viszont. Jó, és hogyha most ezt lenyitod, most már ott van. Most már ott van a választékben ez a három. Mindegy, hogy melyik-melyik, hát során nem olyan lényeges. Jó? Na most ez a fénykép, ez arra szolgálna, hogy egy képet is be lehessen szúrni. Tehát mit lehet olyat csinálni, hogy ott van egy webkamera, és a webkamerával csinálsz az illetőről egy képet, ami rögtön lement erről, és azt a képet le is szúrhatod. Hát ez már egy kicsit a futurizmus. Nem annyira életszerű, de hát ha ezt úgy tudod megcsinálni, hogy itt állsz, kellek, segítsek? Igen, elveszett.
csinált. Ez nem az a, ez nem az a tippes, úgyhogy ez ezt a típust. Ugye te rosszat választod, azért nem tudom. Mint a angol, német, francia, vagy amit akarsz, több mindegy, csak legyen három típust. Jó hozzáadás, és akkor három különböző. Én nem rosszatom csinálni. Azt mondja, hogy jó, a fényképhez ezt kell választani, ezt, és akkor berakta ezt, amit át lehet méretezni, hogy mekkora legyen, tehát ne legyen ilyen bazi nagy, mondjuk. Jó, tehát ezt ezzel szúrtam be. Ennél a tulajdonos, nem így be is szúrná. Ez a tulajdonságoknál nem tudom mit lehet megadni, semmit. Jó, oké, nem megyünk be a tulajdonságokat. Jó, összejött akkor? Sikerült a checkboxot berakni? Az más. Az is checkbox, csak az a régi típus. Menüszalagot is lehet variálni, és valaki neked levette szerintem a menüszalagról. Jó, és akkor mikor szeretné kezdeni? Ez meg olyan biztos, láttatok már olyan az olyat az interneten, rákattintod, és megjelent egy naptár. És a naptárból kellett kiválasztani a dátumot. Jó? Azt ezzel tudod. Melyikkel? Ezzel. Jó, tehát erre rákattintasz. Jó, és akkor itt is tervező módban válasz ki a dátumot. Jó, és itt a tervező módot, miután bezártad, ha megnyomjuk a tulajdonságokat, itt azt adhatod meg, hogy milyen formátumú legyen a dátum. Tehát mondjuk rövid dátum, tehát 2014 negyedik hó 7, vagy 2014 április 7. Mondjuk legyen április 7. Tehát a szép hosszú formátumú dátum. Tehát a tulajdonságoknál ezt választottam. Jó, és a tervező módnál meg azt írtam be szövegnek, hogy válasszad ki a dátumot. Rendben? Nincs, megyek. Meg itt valami másik azt is előtt nézni. Ezzel, hogy gondolom, hogy csinálok ezt is vízzel. Beraktad a képet, te már. Kiszedjük, jó, mert te már beraktad a képet is. Meg nem kell. Valahogy a vízjelet az nem tudok kerülni előre, úgyhogy ezt kiszedtük. Vízjelet az útba volt. Jó, és akkor mikor szeretnél megtenni? Hát már szimlátom. És akkor tervezem, hogy volt.
Most Válasszad ki. Válasszad ki. Jó, és akkor tervezőbe bezárva, és tulajdonságot, és a hosszú dátum. Igen, és akkor kész. Jó, na, akkor készen vagyunk gyakorlatilag az űrlapba. Most már csak olyanokat kellene, hogy egy kicsikét megformázni. Tehát mondjuk például, ezt nem kellene csinálni, csak én csinálom, átállítom itt ezt az egészet félkövérre, és egy kicsit nagyobb betűtípusra. Jó? Oké. Ezt csak én csináltam, mert ez semmi különlegeség. És akkor most kellene azt megcsinálni, hogy szerkesztés korlátozása, majd leírjuk egybe az egészet. Tehát szerkesztés korlátozása, megnyomjuk ezt a nyomógombot itt, hogy szerkesztés korlátozása, akkor itt jobb oldalon bejött egy ilyen. Fejlesztőeszközök. A fejlesztőeszközök szalagon. Jó, a szerkesztés korlátozása, és a második pontban pipáljuk ki a checkboxot, és a kizárólag a következő típusú dokumentumok azt nyisd le, és űrlapok kitöltése, ezt engedélyezzük csak, semmi más. Tehát ide pipa, itt meg választ ki azt, hogy űrlapok kitöltése. Jó, tehát kizárólag következő, űrlap kitöltés. Rendben? Értem, hogy igazán, hogy ezt miért kell korlátozni? Mert ha ezt nem korlátozod, akkor ezt is át tudja javítani, meg ezt is, meg mindent tud javítani. De te azt akarod, hogy ő csak a nevet, meg pipát, tehát nem is tud más csinálni. Érted? Tehát olyan, mintha ez egy előnyomtatott lap lenne, és oda kellene neki kitölteni. Ahhoz nem is tud majd hozzányúlni. Tehát ez nagyon profi cucc lesz, amit most csinálunk. Ez olyan profi cucc lesz, hogy ihaj. Csak ez mihez tudom használni? Mindjárt fogod látni. Honnak miért föltennék, mert lehetne elméletileg, csak azt meg ugye a honlapot nem én csinálom, ezt informatikus. Ez nem a honlapon, hanem mikor oda jön valaki, akkor ott gyorsan kitöltitek neki. Nem papír alakon, hanem hát papír alapon csak úgy nyomtatott. Az álljuk be. Jó, tehát fejlesztő ezt tudom. Nem, én nincs. Formázás és módosítás a korlátozása. Jó, a 2007-es verzióban azt lenyitod, azt a védelmet. Ja, oké. Akkor megvan? Jó. Tehát kipipálod és űrlapok kitöltése, és már csak egy lépés van hátra. Igen, bekapcsolom a dokumentum védelmet, kérdezni fog jelszót. Na most nem kötelező megadni a jelszót, úgyhogy azt mondom, hogy oké. Jó, mostantól kezdve te ide nem is tudsz már odaállni. Tehát hiába akarsz ide menni, nem tudsz oda menni, csak a űrlap mezőkbe tudsz majd dolgozni, de figyelj, ezt sablonnak el kéne menteni. Hogy kell sablonnak elmenteni? File, mentés másként, vagy rákattintok a mentő ikonra, a típusát átállítom sablonra, Word sablonra. A mentés helyének elplattyogok a templates könyvtárba. És a file névnek meg beírom azt, hogy jelentkezési lap.
és mentés. Igen, vigyázzatok, ne legyen bekapcsolva a tervező mód, mert akkor nem tudod a védelmet bekapcsolni. Jó? Jó, és mentsük sablonként a templates könyvtárba. Az most már megy, ugye? A templates könyvtárba. Jó. És akkor zárjuk be. Akár a Wordből is kiléphetünk. Tehát, most jön hozzánk valaki, el kéne indítani a Wordöt. Start menu, Word, behozza a céges fejlécses lapot, ez most nekünk nem jó, mert egy jelentkezési lap kellene. File menu, új, saját sablonok. Nem tudom, hogy hozta be. Tehát file menu, új, saját sablonok, és van itt egy olyan, hogy jelentkezési lap, ezt csináltuk most. Megnyitod, behozta ezt. Ugye bárhova akarsz menni, nem tudsz menni sehova, csak ezekbe a mezőkbe, és egyszerűen be kell gépelni a nevet. Hát, egy kis József. A pipát vagy fölrakod, vagy leveszed. Kattintással. Választja a tanfolyamot, lenyitod, és kiválasztod a tanfolyamot. A fényképre, ha ide kattintanál, akkor behozza automatikusan a képek mappát, ahonnét be lehetne szúrni a fényképét. Persze mondom, ehhez az kellene, hogy ott legyen egy webkamera is, és tük, csináljanak róla rögtön egy fényképet, de megoldható, nem gond. Én betettem, hogy ezt tettem a képet. Aki először berakta a képet, annak már eleve van itt egy kép, jó? Bocs. De a nevet nem tudom begépelni, nem engedi. Hát neked a többit sem olyan engedi, nem tudom mit rontottál el, majd megnézem mindjárt. Nekem működik, kinek működik még rajtam kívül? Jó? Fényképet most kérsz, válasszad ki a dátumot, rákattintasz ide, hogy válasszad ki a dátumot, pontosabban lenyitod, és kiválasztod a dátumot, hogy mikor szeretnénk kezdeni, és akkor azt beírta. Kész. Ctrl P, Enter, lehet nyomtatni. Kész a jelentkezési lap. Oké? Na ez lenne az űrlap. Most szerintem nem rossz. Visszakaptam tenni, de közben azt utasításra, és akkor vettem, és most már azt tudom kizányolni. Akkor látom át. Igen. Tényleg. Ezt akartam, hogy elszintelenítve, és tudom én, és akkor bejelölöm azt, hogy mögé tegyen, meg nem tudom én, de most már nem engedem, hogy elszintelenítve. Jó, ezt kitöljük. Most már. Ugye, mert most már. Ja.
ki kell kapcsolni, most ezt törőjük. Jó, és akkor igen, bekapcsoljuk. Oké. Vissza. Jó, le van mentve, már mint sablon. Egyébként a főjebb úr úszott éppen. Pillanat. Ott van meg. És abban a életmondás, aki felüljük. Jó, ezt csináljuk. Nem, mondjuk a lőgöt, miért hozza ezt a szépet, de most nekünk nem ez kell. File, új, a saját sablonok alapján, sablon beiratkozás, elvileg behozza, és ha minden igaz, akkor ide tudsz élni. Itt tud választani, egy képet tudsz berakni. Látom, hogy szóval azt, hogy... Jó, oké. Na, tehát így néz neki ez a bizonyos űrlap dolog. Ez már nagyon profi dolog szerintem. Oké, ugye? Ez azért már... Most nincs vízjelent, jó, hát azért dolognak. Na, akkor írjunk le pár gondolatot így. Dologgal kapcsolatban, hogy ezt hogy csináltuk. Jó, tehát egy létrehozása. Hát először is előkészítésként be kell kapcsolni a fejlesztő eszközök menü szalagot, ugye, mert az nincs. Kapcsoljuk be, hát attól függ, hogy te 2007-ben vagy 10-ben vagy. Ugye a 2007-ben az Office gomb, ami lehet, hogy nem így vannak a színek, tök mindegy. Jó, tehát ezt lenyitod. És akkor ebből a beállítások, ahol a népszerű elemek volt, az ugye? Népszerű elemek, és onnét a fejlesztő eszközök kipipálása, a 2010-ben pedig File, beállítások, azon belül a, nem tudom fejből, de puskázók, tehát File, beállítások, azon belül a menüszalag testre szabása. És ott kellett kipipálni azt, hogy legyen a fejlesztő eszközök. Na most, miután ez már van, ilyen űrlapelemeket tartalmazó menüszalagunk, szépen elkészítjük az űrlapot. Tehát egyébként javasolt táblázatot használni, mint ahogy mi is csináltuk, mert akkor tudod úgy szépen pozícionálni őket, egy helyen kezdődnek, meg mit tudom, különben elég nehéz. Jó, tehát táblázatba célszerű készíteni. Szúrjuk be űrlapmezőket. Hát ezt most már nem is így hívják, hogy űrlapmező, hanem vezérlőelem, vagy mit. Régen űrlapmező volt, most már valami más bonyolultabb neve van.
milyenek vannak, mi az, ami érdekes lesz. Ugye az AA, az a szöveg. Puskázni kell, mert én ezt az a fejből nem tudom már ennyire. Tehát ennyire nem megy a dolog, hogy emlékezzek rá, hogy néznek ki, ezen meg nem fog menni. Mert ugye ez védett. Tehát volt egy AA, igen, aztán ez volt a legördülő lista. Ez úgy néz ki. Ez a legördülő lista. Megjegyzem, szerintem fölcserélték az ikont meg a funkciót, mert a legördülő lista az nem így néz ki, csak ők hívják így. A legördülő lista az pont, hogy ez lenne. Bár ez nem kombinált lista, jó lenne, hogyha a Microsoftnál legalább tisztában lennének a saját terminológiájukkal, mindegy. Aztán van a dátumvezérlő. Jó, tehát dátum. Akkor volt még a checkbox, ugye az jelölő nézet magyarul. Jó, még van. Ja, meg kép. Valami hegyecske van, meg napocska. Jó? Tehát ez a kép. És mikor beszúrjuk őket, valaminél meg kell adni a tulajdonságát. Melyiknél kell megadni? A legördülő listánál. Jó? Tehát ennek meg kell adni a tulajdonságát. Mindenféleképpen meg kell adni a tulajdonságát, mert különben nem lesz mit kiválasztani. Jó, na most az, hogy a tervezés gombot megnyomva a szöveget átírod vagy sem, hát az nem feltétlenül szükséges, mert ha nem írod át, az is tök jó, hogy ide vigye be a szöveget, vagy mit tudom, de a tervezés gombot megnyomva... utasítások átírhatók. És miután ezzel meg vagyunk, miért szédülök én szerintem? Szerintetek? Jézusom. Miután ezzel meg vagyunk, utána a védelmet be kell kapcsolni. Kapcsoljuk be a védelmet. Kapcsolom be a védelmet úgy, hogy van egy olyan nyomó gombunk, hogy szerkesztés korlátozása. Ugye
ugye ez a 2007-esben egy kicsikét bonyolultabb, de hasonló. És mit kellett kérni itt? Azt, hogy csak az űrlapmezőket lehessen kitölteni. Még egy lépés volt, mit kellett még csinálni? Sablonként menteni kellett, ez fontos. Miért kell sablonként menteni? Mert ha te nem mented le sablonként, akkor nem tudod mindig tabula rasa tiszta lappal indítani, ugye, hogy üres űrlapod van. Ez a létrehozása. Az alkalmazása meg marha egyszerű. Megnyitjuk a sablont és kész. Jó, tehát ez volt a létrehozása. Egyes számmal, kettes számmal alkalmazása. File. Új. És a sablon kiválasztása. Oké? Tehát file, új és a sablon kiválasztása. És amikor mi lementjük, mi is ötten file-ból mentjük saját magunknak? Sablonként kell menten. Ja, amikor kitöltötted utána? Igen, igen. Utána már file-ba mented, sima file-ba. Nem, amikor még csak megcsinálni, hogy sablonnak. Akkor sablonnak kell. De a temp file-ba. A templates-be, igen. A templates-be. Tehát nem a temp, mert vagy ideiglenes, hanem a templates, vagy sablon. Itt van, mentsük sablonként, itt van. Hát az, hogy sablonként hogy mentünk, azt korábban megbeszéltük. Amikor a múlt alkalommal sablonról tanultunk, ugye, hogy kellett menteni sablonként. Meg ahogy a üres lapot csináltuk, azt is sablonként mentettük, ugye? Oké? Jó, és akkor még minden volt. Űrlap volt, korrektúra volt, cég volt, tabulálás volt. A Google dokumentumokat szeretném még nagyon röviden megmutatni nektek. A Google dokumentumokhoz indítsunk böngészőt, de ne Internet Explorert, hanem Chrome-ot mondjuk. Na most elképzelhető, hogy egyes gépeken az internet az nyet. Ha igen, akkor lépjél ki, indítsad el XP-be, és ott lesz. Valami a driverrel nem stimmel, és hát itt éjjel-nappal, vagy itt van tanfolyam, mikor én is nem vagyok. Vagy nem vagyok itthon és máshol dolgozok, úgyhogy egyszerűen nem érek rá megjavítani, úgyhogy csak úgy tudjátok használni, akinek esetleg internet a 7-esben nincs, hogy újraindítás és XP-be indítod, jó? Jó, és hogyha elindult a Google Chrome, akkor menjél a Google-ra, és jelentkezzél be a Gmail-edbe. És mennyi lát
A... A Google Drive-ra, jó? Tehát ez kellene, miután erre rákattintottál, erre kattintsál görgővel. Jó, hogy ne egy külön új ablakba nyíljon meg a saját Drive, hanem egy másik lapon. Tehát ezt lenyitottad, és erre, hogy Drive, erre görgővel kattintottál. És akkor egy külön lapon nyílt meg. Itt nyílt meg. Jó? Na most, ez a Google Drive, ez egy roppant jó dolog. Ez ugyanis azt tudja, hogy van egy 10 gigabájtos, nem is, 15 gigabájtos tárolóhelyed, ahova te föl tudsz másolni fájlokat. Oké? Okay? Úgy tudsz fájlokat fölmásolni, hogy erre a kis ikonra kattintasz, és akkor kiválasztod, hogy mit akarsz fölmásolni, fájlt, stb. Stb. Jó? Tehát így tud. De most nem ez a tárgya a előadásnak, hanem most a tárgy az, hogy létre akarunk hozni valamit a dokumentumok közül, és én azt szeretném megmutatni, hogy itt szöveges dokumentumot hogy tudunk létrehozni, illetve, hogy tudunk űrlapot létrehozni. Szöveges dokumentumot úgy tudsz létrehozni, hogy rákattintasz erre, hogy létrehozás. És a lehetőségekből világos, hogy melyiket kell választani. Hát a dokumentumot. És akkor valóban ide jutsz. Tehát ez, amit kapsz, ez egy szövegszerkesztő. Eddigi ismereteid alapján minden további nélkül tudod te ezt használni, ezt a szövegszerkesztő programot. Kicsikét jobban hasonlít a Word-nek a korábbi verziójára, mert nem menüszallagok vannak, hanem menük. Tehát mondjuk például a beszúráson belül találod az olyan dolgokat, amiket mi esetleg menü szalagon találtunk. Oké? Okay. Táblázat is úgy néz ki, mint régebben a Word-be volt a táblázat, mielőtt a menü szalagos Word megjelent volna. Tehát jobban hasonlít a Word 2003-ra, mint mostani Word-re. Na most, ami viszont alapjaiban, filozófiájában más, az a következő. Nem tudom, hogy kinek kellett már úgy dolgoznia egy partnerrel, egy valamilyen dokumentumon, hogy ő itt volt mondjuk Győrben, a partner meg mondjuk Budapesten, és közösen kellett kialakítani egy dokumentumot, mondjuk egy szerződést. Ugye ez tipikusan hogy szokott kinézni? Megírta az ember Word-ben, és utána elküldte a partnerének csatolt fájlban. Azzal a kísérő szöveggel, hogy átküldtem, ha kell, javítsál bele, küldjed vissza. Ő visszaküldte. Te átnézted, és akkor még mindig nem tetszett valami, és ezt küldözgettük oda-vissza. És ebben nagyon klasszul bele lehetett keveredni, hogy akkor most melyik verzió van éppen az én gépemen. Ezt a Google dokumentumok segítségével egészen máshogy lehet megvalósítani.
tudósítani. Nem kell semmit küldeni sehova, mert az egész az interneten van tárolva, ott lesz tárolva, és te meg tudod oldani azt, hogy a szerződés tervezetet megosztod a partnereddel, Gmail-es mailcímed van, valamit én írok, veled osztom meg. Jó? És úgy tudunk majd dolgozni, hogy én is dolgozok, te is dolgozol, én látom, amit te írsz, te látod, amit én írok. Most egy teremben vagyunk, de lehetnénk úgy is, hogy én Győrben, te Pesten vagy fordítva, vagy akár te New Yorkban, én meg Győrben, de én hadd legyek New York. Megbeszéltük, jó? Én itt kimaradtam a tanár miatt, egy momentum volt, tehát én itt tartok, ennyi volt, és itt a Create-et választod, és a Document. Document. Pallérozzácsak. Ha nem vagyok már, hogy ez azért van, mert a Monika is javítgatott. Eleinte ott ült kint, és ilyeneket csinál. No. Bármit írjunk bele. Mindegy, hogy mit, jó? Tehát ez lenne, amit én írtam. Pillanatnyilag a neve ennek a dokumentumnak az, hogy névtelen dokumentum. Látjuk? Hogyha ide kattintok, hogy névtelen dokumentum, akkor megadhatok neki valamilyen nevet, hívjuk úgy, ami a mai dátum, jó? Tehát úgy egyértelmű lesz. 2014-04-07. Oké. Okay. Jó, mostantól ezt így hívják. Megnyitod a file menüt, olyan, hogy mentés nincs. Tudni, hogy ez automatikusan ment. Ez tök automatikusan ment. Egy dolog lehetséges, hogy áthelyezed mappába, mert ott a Google Drive-on ugye mekkora tároló területed áll rendelkezésre? 15 GB, az gigantikus tárolóhely, hogyha ott csak egy helyre rakhatnád be a fájljaidat, akkor előbb-utóbb nem találnál semmit, tehát ott is vannak lehetőségek az adatok szortírozására, mégpedig a mappák. Most ezt hagyjuk, jó? Ebből tulajdonképpen ki se kell lépni, visszamész erre a másik fülre, a saját meghajtó fülre, csak ott van a 2014-04-07 nevű fájl, amit most csináltunk. Oké? Okay? Na most ez nem itt van az én gépemen, hanem a Google szerverén valahol, mit tudom én, hol tárolódik. És, hogyha én azt akarom, hogy a BA-val együtt dolgozzunk ezen a szerződésen, akkor annyi lesz csak a dolgom, hogy igazándiból az kár volt megnyitni, mert eleve nyitva volt, bocs, tehát itt visszamegyek erre a másik fűre. Van itt egy gomb itt jobb oldalt fönt, hogy megosztás. Megtaláltátok? Erre kellene rákattintani, hogy megosztás, és most meg kell adni annak az embernek a Gmail-es mail címét, akivel én ezt meg akarom osztani. Ide a mások meghívásához kattintsál be, jó? És be kéne írni a Gmail-es mail címét. Azt, hogy értesítés küldése e-mailben, ez annyit jelent, hogy mikor majd a végén megnyomom ezt a küldés nyomógombot, azon kívül, hogy megosztom, a Gmail-es mail címére fog kapni egy levelet is, hogy önnel megosztották ezt és ezt a dokumentumot. Ezt most nem fogom kérni. Jó?
Légy olyan kedves, be a mondjad nekem a mi a címedet. Beatrix.oldjai, Y-nal. Igen. Ennyi? kukac@gmail.com. Jó, tehát beírjuk. És még egy dolog. El kell dönteni, hogy ő mit tudjon ezzel a dokumentummal. Alapértelmezésben most veled meg lesz osztva egy csomó dokumentum, mert a többiek is ebbe átírják, ugye? Vagy a szomszéddal osztjátok meg, vagy nem tudom. Tehát el kell dönteni, hogy mit engedjek neki. Alapból szerkeztheti is, de lehet olyan, hogy megtekintheti, illetve hogy ilyen megjegyzéseket, mint a korrektúránál, amit csináltunk, ahhoz hasonló megjegyzéseket írhat. Én most akarom engedni, hogy szerkeszze a Bea. Azt úgy, hogy nyugj ki ez, ami neked van ez a ez? Kép. Igen. Ezt a megosztást nyomtam. Tehát nekem olyan napjának nem kéne lennem, hogy kell lennem. Visszamentünk a dokumentumba. Én teljesen visszamentem, mert ez ártam magamat. Jó, igen, és akkor itt a share. Jó, és akkor oda, nekem ez a mail címem, amit itt használok, az pcsuli.gyor@gmail.com. Jó, tehát ezt írjad bele, hogy kedves, pcsuli.gyor@gmail.com. Értelemszerűen ékezetek nincsenek. Jó, hagyjad úgy, hogy szerkeszthetem. Az értesítés küldése e-mailben ezt vedd le a pipát a checkboxról. Jó, és nyomjuk meg az okét. Te is megnyomod, meg én is megnyomom. Jó, meg esetleg ti is, akik a szomszéddal osztotok. Jó, oké. Átugorom, mert ki volt küldés? Igen. Oké. Kész. Jó, ezt most bezárhatjuk. És figyelem, lesz itt egy olyan mappa is, hogy velem megosztottak itt bal oldalon. Itt van most az, amit Bea velem megosztott. Bea velem megosztottjába, meg ott van az, amit én megosztottam vele. Így van? Jó? Na most, hogy azt lássuk, hogy ugyanabban a dokumentumban egyszerre ketten dolgozhatunk, annyi kérésem lenne Bea. Mondhatom? Egyik az, hogy shared with me, az rendben van. És a... Aztán, bocsánat, nincsen olyan, hogy velem megosztott. Van a MyDrive, az a sajátod, meg a Sharepod, az a sajátod. Jó, annyi lenne a kérésem, Bea, hogy te a MyDrive-ba, a saját meghajtóba nyissad meg a mai dátumot. Oké? Megnyitottad? Jó, én meg megnyitom itt a velem megosztottba. Itt van, írjál légy szíves valamit Bea. Oda ment a végére a Bea, látjátok? Kiírta, és írjál valamit, légy oly kedves. Azt a Bea írja, látod? Ezt meg én írom. És Bea látja azt, amit én írtam, látod? Ott van az elején. Oké? Okay. Ezt én írtam, ezt a Bea írta. Ugyanabban a dokumentumban egyszerre dolgozunk. Telefon végén egymással beszélgetünk, hogy te a Bea, én úgy gondolnám, hogy ez itt nem jó, javítsd ki. Oké? Okay. Érthető ez, hogy ez mire jó? Tehát nem kell e-mailbe küldözgetni oda-vissza folyamatosan a levelet, mert egyszerre ugyanabban a dokumentumban
tudunk dolgozni mind a kettőn. Vagy mind a ketten. Érted, hogy mire jó ez? Ezzel túl nem küldözgetjük. Hát nem kell küldözgetni. Van az otthonnak egy Gmail-es címe, és akkor a Gmail-en keresztül. Oké? Jó, na most amire már nem fog jutni idő, az az, hogy ugye az akkreditált intézeteknél minőségbiztosítási rendszert kell működtetni, aminek egy követelménye az, hogy a hallgatói elégedettség ki kell tölteni. Na most ezt nem tudom pillanatnyilag, hogy csináljátok, de ezt lehet úgy is, hogy csinálsz egy űrlapot. Hát ez biztos jó lenne űrlap szerint fel egyelőre. Várj, mert nem is tudod, milyen szuper űrlap lesz ez. Igen. Tehát nem olyan, hogy papír, vagy mit tenni, nem is olyan, hogy te töltöd ki, olyan, hogy fölmegy az Oxfordnak a honlapjára, és számítógéppel kitölti, elküldi, és neked megjelenik táblázatba. És abból diagramokat is tudsz rajzolni rögtön, hogy akkor ki hogy értékeli, meg mit tudom. Jó, ezt úgy lehetne megcsinálni, erre már nem lesz időnk. Csoda dolgokat lehet azért csinálni, nem? Tehát, hogy a bőrből kellett volna hosszabbat csinálni. Megnyugtatlak, az az Excel, amit mondta, az is csak legfeljebb, te még nem... Az is hosszabb, de az Excel... Nem fogod, hogy azok mire jó. Szóval itt a létrehozásnál az űrlapot kellene választani, és akkor az űrlapot, mikor létrehozod, meg te mondjuk legyen egy... ilyen hátterű űrlap, adhatsz neki egy címet, hogy mondjuk... PC suli értékelése, űrlap leírás, ide beírhatnád azt, hogy kérem a kedves hallgatókat, nem írom tovább, és akkor itt jönne az űrlapnak a első kérdése. Most különböző hol látom az űrlapnak a típusát? Pillanat. Az is, ez hol nyugodt le? A create, gondolom, létrehozás, nem tudom. Create. Igen, create és akkor form. Hát most először kiválasztod a sablont, meg stb. Most azt az egyet nem látom, elnézést egy pillanat, ugye mert most... Ja igen, kiválaszthatom azt, hogy milyen típusú legyen az űrlap elem. Ugye lehet olyan, hogy ilyen úgynevezett rádiógombos, tehát van A, B, C, D válasz, és abból te egyet választhatsz ki. A, B, C, ez most ilyen, ez a feleletválasztós. De lehetne olyan is, hogy jelölő négyzet az A, B, C, D, E, de ő bejelölheti A-t is, B-t is, többet is. Aztán lehetne egy listából választás, mint amilyet az előbb csináltunk, hogy pick, basic, meg, tehát olyasmi. Aztán lehetne olyan, hogy tartomány. Megadhatom azt, hogy 1-től 5-ig, 1-től 10-ig értékelje ezt, azt, amazt. Ilyen, ezt úgy hívják, hogy Likert skála. Tehát ilyen. Meg mindenféle variációk vannak. Na most, hogy ez végeredményként hogy néz ki, arra szeretnék egy példát mutatni. A sok munkahelyemből az egyik, nagyon szerencsés vagyok, idézőjelben, hogy 4 munkahelyem van, remek országban élünk,
4 munkahelyből lehet annyit keresni, hogy megéljen az ember. Mindegy. Átlépek egy másik felhasználói fiókba, feltéve, hogy tudom a nevemet. Lehet, hogy nem tudom, akkor nem fogom tudni, akkor inkább elmegyek oda, aztán megmutatom, hogy ez hogy néz neki. Jó, mit fog látni az, aki megkapja ezt a kész űrlapot. Jó, tehát a egyik munkahelyem a Radnóti iskola. Radnótiiskola.hu. Hoppá! Radnótiiskola. Igen. És akkor azt mondja, hogy szülői elégedettség. Hopp. Na, itt rákattint erre, hogy űrlap megnyitáshoz kattintson ide, és akkor bejön egy ilyen űrlap, szóval ilyesmit kap az, aki ez egy teljesen profi cucc, nem? Ezt elküldheted neki e-mailbe, ezt az űrlapot, vagy felrakhatjátok a weboldalatokra. De szerintem, hogyha tényleg ilyen hallgatói elégedettségről van szó, akkor el kellene nekik küldeni e-mailbe. Mondjuk kör e-mailbe. Bár ezt nem kör e-mailbe fogod elküldeni, mert ezt... Te küldheted kör e-mailbe is, és meg kell adni azt a linket, ahova ezt az űrlapot mentetted. És akkor ő ezt kitölti, és mikor kitöltötte, akkor az eredmény, az egész egy Excel táblázatba megy be, nem Excel, egy Google Docs táblázatba, tehát ebbe, amiben ezt az egészet csináltuk, abba egy táblázatba megy be, és ott abból te tudsz kiértékelést is kérni. Mutatom, hogy a kiértékelés az mondjuk hogy néz ki. Tehát mondjuk így néz ki, hogy az első kérdésre ki milyen választ adott. Hány százalék. De akkor ezt előre legyártasz egy ilyen kérdőívet, igen? Utána oda bemelem arra a területre, amit az előbb ott a Google-ban néztünk. Ott gyártod le. Ott gyártod le. Aha. Azért nem furcsa, hogy tudom elfogadja, amit máshogy csinálod. Tehát ott gyártod le. Ott állsz neki ennek a dolognak. És ezt tudod, ezt a űrlapot tudod elküldeni e-mailbe az illetőnek, ő meg e-mailbe kitölti, nem küld vissza semmit, kitölti, és automatikusan a kitöltése bekerül egy táblázatba, és abból a táblázatból te ilyet tudsz csinálni. Oké? Okay. Na most, hogy ezt hogy kell használni, ezt az űrlapot, meg mit tudom, erről fog majd szólni többek közt, mert hát itt a tanfolyam az mindig alakul, mindig más. Ne? Hogy mondjam, tehát mindig vannak újabb dolgok, és hát egy 3 éve vagy 4 éve azt kellett az internetből tanítani, hogy akkor van a keresőgép, meg van az e-mail, meg most ezt nem kell tanítani, most azt kell tanítani, hogy a keresőgépet hogy kéne úgy használni, hogy az tényleg hatékony legyen, mert mindenki használja a Google-it, csak nem úgy, ahogy kéne. Speciális keresésről életében nem hallott, a találati lista optimális kezelését nem nagyon használják, amit felraktam most ide a blogra, például azt viszonylag kevesen csinálják, úgy, stb. És most az internetről szóló 3 modulos előadás, az a Gmail levelezésnek a finomságairól, a Google Drive-ról, a Google Docs-ról, a Facebook marketingről, hát ez holnaptól folytatódik, mert ez egy másik tanfolyam, az alapfokú. Te a PIC Professional-re jársz, és az meg a PIC Basic-nek az anyaga.
De az előadás az fönt lesz a Facebookon. És meg a YouTube-on is. Tehát meg lehet nézni majd. És az, amit mondtál, tudod, az a, amit a iparkamaracsból szeretnél? Azon túl vagyok, csak az nem lett jó. Az a, tehát az a, most konkrétan holnap, amit én az iparkamarában tartottam előadást, prezentációval meg mindennel, azt meg fogom ismételni, mert a felvétel nem sikerült valamilyen okból kifolyólag. De azt mondtad, hogy abból lesz egy olyan, mert hogy ezt csak bemutattad nekik, hogy lesz egy olyan. Ja, az a sorozat, az majd lesz a kamarától, igen, az majd lesz. Na, az érdekel bennünket. Hát nem tudom, a kamaránál ugye van az a kamarai szalon, aminek a Bűz Zsuzsa a háziasszonya. Igen, én nekem el kellett küldeni, hogy mi lenne a tematika, tehát mivel foglalkoznánk ott. Szerintem olyan tematikát küldtem át, hogy akit az nem érdekel, az ássa el magát, tehát tök jó használható dolgok. Baromi versenyfogosár, mert egy ilyen... Tehát a mozi egy többbe kerül egy ugyanolyan hosszú előadásra, mint amit én fogok tartani, hogyha moziba menne az illető. De tuti lesz, ugye? Hát ha van elég jelentkező, akkor tuti lesz. Hát. Nem tudom. És az egy alkalom, vagy több alkalom? Nem, hát ez 6 vagy 8 alkalom, vagy valahogy így. Azt hiszem, valahogy 6 vagy 8 alkalom. Tehát Word, Excel, az internet, amiről itt most nektek beszéltem. PowerPointból is olyan dolgok, amit többség nem ismer. A számítógépes prezentációs program. Lehet, hogy nem jól ejtem. Nem értettem, hogy mondtam, ami PowerPoint. PowerPoint. Figyelj, mikor én így mondom, hogy PowerPoint, már azt se értik, de hogy a PowerPoint-nak mondanám, akkor aztán semmit nem értenének. Tehát a suliban sokszor a gyerekek, Laci bácsi mondja azt, hogy és mondják, hogy mit mondjak. Adjanak őket. Ez olyan dolog, hogy hívják azt a szerencsétlen újságíró csajt, aki öngyilkos lett aztán, vagy meghalt a... Jaj, az a citrus pécsi, kérülnek? Nem idős volt, hát neked le. Hát jó! Velem egy idős. Köszi! Köszi! Főkerül itt, ha jut. Az a szőkerül. Tiszta depi volt szegény csaj, de az ugye, mikor tudósított a Oscar gáláról, és akkor mondta... Tehát ilyen tökéletes amerikai kiejtés, akkor mindenki azt mondta, ez a nagy képű baron. Na, akkor lelőttem, szerintem ennyi, ha nincs kérdés. Annyi kérdésem nekem van, hogy Laci a...